A hadipari termelés elmondatlan története. Minden háború a hadipari versengésről szól. Az az oldal, amelyik többet tud termelni, mindig legyőzi a másik oldalt. Ez egy gyárak közti háború. Az igazság arról, hogy hogyan vívták és nyerték meg a világháborúkat. Mely szám furcsának tűnhet, de a modern háborúkat nem a csaták döntik el, hanem a gyárak. Tömegtermelési hullámmal árasztották el a másik oldalt. Ezek a gyárak formálják a modern világot. Volkswagen, Fiat, Mitsubishi. Ma már minden háztartásban ismert nevek, de a hírnevüket hadipari gyárakként szerezték. Munkára! Mintegy 2000 kilométerre Moszkvától délre, egy a Kaszpi-tengerbe nyúló csőr alakú félszigeten található egy ipari komplexum, a Fekete Városként ismert Baku. A Fekete Város volt az ipari mértékű olajtermelés legkorábbi fázisának az epicentruma. Az óriási mértékű szennyezés miatt kapta a fekete jelzőt, ami a levegőben, a talajban és a vízben is jelen van. A Fekete Város egyetlen hatalmas olajfinomítónak tekinthető. Bár sokkal pontosabb, ha azt mondjuk, hogy olyan gyárak csoportosulása, amelyek a földből kinyerik azt a mocskos fekete kőolajat. Megtisztítják, majd finomítják, és végül létrehozzák például a petróleumot. A 20. század elején Baku egy lüktető, nyüzsgő központ volt. Úgy a legkönnyebb elképzelni, hogy milyen is lehetett Baku, ha San Franciscohoz hasonlítjuk az aranyláz idején. Több mint egy évszázadon keresztül ez volt az orosz olajipar szíve. Kétségtelenül Baku volt az olajipar központja. A világ első olajszállító hajója, a világ első mélytengeri olajkutya és a világ első nemzetközi olajvezetéke mind Bakuból származik. Baku a fénykorában a világ olajtermelésének több mint a felét biztosította. Winston Churchill azt mondta, hogy ha az olaj a királynő, akkor Baku az ő trónja. Ennyire fontos volt. Amikor kitört a világháború, Baku olajfeldolgozói lettek a bolygó egyik legfontosabb helyei. A fekete aranyért folyó csata az orosz olaj története. A második világháborút a kőolaj miatt vívták. Azért a forrásért, amely lehetővé tette a seregeknek, hogy összecsaphassanak egymással a csatamezőkön. Ez volt a legfontosabb. Végül ez vezetett odáig, hogy a náci Németország lerohanta a Szovjetuniót, ami végül a náci Németország vesztéhez vezetett. A náci invázió egyik legfőbb célpontjai Baku olajmezői voltak. Baku a Kaukázus keleti részén található. A Kaukázus pedig nagyon fontos volt Hitler számára, mert rengeteg olaj volt ott. És Hitler rá akarta tenni a kezét erre az olajra, hogy megnyerje a háborút. Ám Baku olajtermelő hadipari gyárainak a története nem a nácik orosz inváziójával kezdődött, hanem egy fegyverkereskedővel, akinek a családnevéről ma már a béke jut eszünkbe. Én 1873-ban ez a szerény, 40-es évei közepén járó férfi leszállt a bakui kompról 25 ezer rubellel a zsebében, és világmegváltó tervekkel a fejében. A neve Robert Nobel volt. Robert Nobel volt a legidősebb a három fivér közül, akiknek az apja abból gazdagodott meg, hogy fegyvereket gyártott az orosz cár számára. Amikor meghalt, az üzletet felosztották a három fia között. A leghíresebb Nobel fivér Alfred Nobel, aki a dinamit feltalálása által hatalmas vagyonra tett szert. És olyan sok pénzt hagyott hátra, hogy abból megalapították a Nobel-díjat az irodalom, művészet, gazdaság és persze a béke területén jeleskedők számára. A középső fivér Ludwig vette át az apjuk fegyverkereskedelmi üzletét Oroszországban, és munkát adott a legidősebb testvérnek, Robertnek. Robert volt a család fekete báránya. Gőzesen volt a pénzügyekhez, és csak azért ment Bakuba, mert az öccse Ludwig adott neki 25 000 rubelt, és azt mondta,
Menj oda, és te leszel a felelős a fa beszerzésért, amiből puskaagyakat gyártunk majd az orosz hadsereg részére. Miközben Baku felé tartott, Robert Noble találkozott egy századossal, aki elmesélte neki, hogy Baku milyen csodálatos, és hogy olyan sok ott az olaj, hogy mindenki meggazdagodhat belőle. Egy csomó mesét beadott neki olyan emberekről, akik egyből milliómosok lettek Bakuban, és Robert mindezt bevette. Így hát miután megérkezett Bakuba, Robert Noble nem diófát akart venni a pénzén puskatusnak, hanem egy olajkutat. És az olajkutnak, amit a százados ajánlott neki, nem más a tulajdonosa, mint az a százados, aki az egészet elmesélte neki. Őszintén szólva nem értem, hogy lehet, hogy Ludwig nem borult ki. 25 ezer rubel sok pénz lehetett, hisz gondolom nem csak fél tucat puskát akartak gyártani az orosz cári hadseregnek. Az ember azt hihetné, hogy Ludwig úgy felbőszült, hogy soha többé nem akart beszélni a bátyjával. Ám valójában Ludwig nagyon jól ismerte Robertet. Tudta, hogy Robert egy igazi mérnöki géniusz, egy igazi guru, és ahelyett, hogy lehordta volna őt a sárga földig, visszaküldte Bakuba azzal, hogy jól van, lássuk. Termeld ki azt az olajat, és csinálj belőle valami hasznosat. Csinálj belőle petróleumot. 1876-ra a Nobel fivérek már 300 hordónyi finomított petróleumot termeltek, amit a petróleumlámpákban használtak Szentpéterváron. Annyira sikeresek voltak, hogy II. Sándor cár kiadott egy rendeletet, mellyel feljogosította őket arra, hogy az egész orosz fővárost ők lássák el petróleummal. Így született meg a Nobel Brothers petróleumgyártó vállalat, vagyis a Branobel. De amint ilyen hatalmas mennyiségben kellett olajat termelnie, Ludwig Nobel egy sor új problémával szembesült. Ne feledjük, hogy a Nobel családot nem érdekelte az olaj. Őket csak a pénz érdekelte, amit az olajból szereztek. A gondot az olajfeldolgozás különböző fázisai jelentették. És ott volt a termelési rész, a lepárlási rész és a marketing rész is. És persze az a rész, hogy főleg Moszkvában és Szentpéterváron használták fel a petróleumot. Vagyis a legfontosabb az volt, hogy eljuttassák a finomított nyersanyagot az olajtermelő területről, vagyis Bakuból, oda, ahol majd elégetik azt, vagyis az ország belsejében fekvő városokig. Az orosz szállítmányozási rendszer borzalmas volt. Ahhoz, hogy Bakuból eljuthathassák a petróleumot Szentpétervárra, előtte még a fuvarosokkal felpakoltatták a hordókat a lovaskocsikra. És így kellett eljuttatniuk az olajat a kutaktól a lepárlókig, hogy kinyerhessék a petróleumot. Ezek a fuvarosok jelentették a leggyengébb láncszemet a 3000 kilométer hosszú folyamatban, ami a kutaktól a lepárlókig való szállítással kezdődött. A régi módszer, amivel az olajat a kitermelés helyétől eljuttatták a feldolgozás helyéig, nagyon egyszerű volt. Az olajat hordókba rakták, amiket felpakoltak a szállítójárműre, ami elvitte a hordókat, ahol feldolgozták azokat. A gond egyrészt az volt, hogy kilötykölődött az olaj, másrészt pedig az, hogy a fuvarosok bármikor szabadságra mehettek, vagy sztrájkolhattak. Vagyis egyáltalán nem volt hatékony ez a módszer. Úgyhogy Ludwig Nobel előállt egy sokkal jobb ötlettel. Fogta és kiváltotta a fuvarosokat egy 5 km hosszú csővezetékkel, ami a kitermelés helyéről egyenesen odaszállította az olajat, ahol feldolgozták azt. Csak ki kellett nyitni a csapot. És ha már nem kellett több olaj, egyszerűen csak elzárták. Az egész úgy egy évbe telt, és mintegy 50 ezer dollárba került. Ez sok pénz volt akkoriban, de Ludwig tudta, hogy megtérül. És így is volt, mert 12 hónappal azután, hogy kirúgta a fuvarosokat, már vissza is kapta a pénzét. Bár Ludwig Nobel könyörtelen tudott lenni, ha kellett, de tudta, milyen fontos, hogy megfelelően bánjon a munkásaival. A legtöbb bakúi olajmágnás felháborítóan bánt a munkásaival, szinte rabszolgáknak tekintették őket. Napi 50 centet fizettek nekik, nem érdekelte őket, hogy hol laknak, mit esznek. Ám Ludwig sokkal előrelátóbb volt.
Ludwig épített egy egész falut a munkásainak, a gyerekeiknek ingyen oktatást biztosított, és a nyereség 48%-át szétosztotta a munkások között. Növényeket hozatott, hogy jobb életkörülményeket biztosítson nekik. Vagyis ha kellett, könyörtelen volt, de valójában ezerszer jobban bánt a munkásaival, mint bárki más. Ezt az ideális közösséget Villa Petroleának hívták, és jócskán megelőzte a korát. Miután a munkások letelepedtek, a következő akadályt a jóval nagyobb szállítási probléma jelentette. Ez Baku. Oroszország déli részén, a Kaszpi-tenger partján. Viszont ahhoz, hogy eljuttassák az olajat Szentpétervárig, kompra kellett rakni a hordókat, majd végig kellett menni a Volga partján, és végül a Ladoga tavon egészen Szentpétervárig. Ez 3000 kilométernyi bonyolult, nehéz terepet jelentett. Olyannyira, hogy olcsóbb lenne áthozni az olajat az Egyesült Államokba, vagyis Philadelphiába, és hajóval átvinni az Atlanti-óceánon. Majd az Északi-tengeren át a Balti-tengerig, és úgy eljuttatni Szentpétervárra. Ez 13000 kilométer, de még így is könnyebb lenne és olcsóbb, mint az a 3000 kilométer Oroszországban. Így hát Ludwig nekiállt megtervezni a Zoroastert, a világ első olajszállító tartályhajóját. Ludwig forradalmian új tervei alapján 424 tonnányi olajat szivattyúztak két nagy tartályba, amik a hajó elejében és végében voltak, és egy cső kötötte össze őket. A felhajtó erő érdekében a hajó többi részébe 21 vízhatlan rekeszt tervezett, amiket ciszternáknak nevezett, a motort pedig a hajó közepébe rakta, hogy stabilabbá tegye az egészet. Az emberiség történelmében ezelőtt a pillanat előtt még sosem létezett olyan, hogy olajszállító tanker. De ők nem azért trukkoltak elő vele, mert Nobel kifejezetten érdeklődött volna az újítások iránt, hanem azért, hogy kontrollálhassák a rendszert és pénzt szerezzenek általa. A 20. század kezdetén a Zoroasterhez hasonló tankerek már évente 76 millió hordónyi olajat szállítottak Bakuból a célállomásokra. A világ olajának több mint a fele Bakuból érkezett. Attól függően, hogy milyen típusú és minőségű olajról volt szó, a Branobel, vagyis a Nobel fivérek vállalata szállította a Bakuból érkező olaj 9-40%-át. Ez pedig azt jelentette, hogy ők biztosították a világ olajmennyiségének a 4,5-20%-át. De nem sokáig. Felhők kezdtek gyülekezni a horizonton. A háború és a forradalom felhői. És közben úgy alakultak a dolgok, hogy végül a Nobel vállalat összedőlt. Az első világháború volt a világ első olajért folytatott nagy háborúja. De amikor 1914. júliusában kitört, egyik fél sem értette igazán az olaj konfliktusban betöltött szerepét. Az első világháború kitörésekor senki sem gondolt komolyan az olajra stratégiai szempontból, hiszen végül is a gépesítés, ahogy mi ismerjük, akkoriban még meg sem történt. Nem létezett olyan, hogy tank. A légierő sem létezett még a tábornokok fejében. Ez egy olyan háború volt, amit emberekkel és lovakkal harcoltak, és nekik nem kellett olaj. Viszont élelem igen. A Németországba tartó franciáknak, de a Belgiumon és Párizs elfoglalására készülő németeknek is több millió ember szállítását kellett megoldaniuk. Vagyis az első világháború elején még nem az olaj volt a legfontosabb, hanem a szén, a gőzvonatok és a vasúti szállítás. Ám ez hamarosan megváltozott. Az a helyzet a háborúval, hogy a technológiát gyors fejlődésre ösztönzi. Az első világháborúban találták fel a tankot, a német tengeralattjárókat és a repülőgépeket is. Ezek a repülők gyakran a tüzérség felderítői voltak, és a tüzérség meglepő szerepet játszott az olaj felemelkedésében. Az első világháború minden egyes csatájában a tüzérség lett a legeslegfontosabb tényező.
Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a TNT, ami a lövedékek egyik töltete, valójában részben egy olajszármazék. A háborúban szinte minden nagyobb offenzíva több mint 1 millió lövedék kilövésével kezdődött. És ezekhez a lövedékekhez olaj kellett. Az egész háború során mintegy 1 milliárd tüzérségi lövedéket használtak fel. Az olaj egyre fontosabbá vált a háborús erőfeszítések terén, mindkét oldalon. A háború végére az emberek már megértették, hogy az olaj teljesen átalakította a hadviselés természetét, és úgy tartották, hogy egy olajhullám sodort a győzelemre a szövetségeseket. Ez hatalmas probléma volt a németek számára, mert Németországban nem voltak nagyobb olajlelőhelyek. Így lett egy nyilvánvaló célpont. Ludendorff tábornok volt az, aki előállt azzal a tervvel, hogy menjenek délre, Ukrajnától távol, és próbálják elfoglalni a bakui olajmezőket. Akkoriban Baku volt a világ legnagyobb olajtermelője, viszont közel 1600 kilométerre volt a német frontvonaltól. Mielőtt beindíthatták volna a műveletet, két nagy dolog állt az útjukba. Egyrészt az angolok, akik megelőzték őket, mivel a mezopotámiai olajmezők felől nyomultak előre, és így hamarabb elfoglalták Bakut. Másrészt pedig olyan apróság, mint az orosz forradalom. Az orosz forradalom kirobbanásáig a Nobel-fivérek nagyon jól megéltek a háborúból. Mire a háború elkezdődött, Ludwig Nobel már meghalt. A Branobel vállalat a fiára Emmanuelre szállt. A nagy 1916-ban az ő irányítása alatt állt az orosz olajipar fele. A Branobel ekkor Oroszország nyers olajának 1/3-át és a finomított olaj 40%-át termelte. Valamint ők biztosították a helyi fogyasztás 2/3-át. Ezen kívül megépítették az ország első robbanószergyárát is. Tehát volt olajuk és robbanószerük. Ez egy elég kemény párosítás. Ám a színfalak mögött a dolgok nem álltak olyan fényesen a folyékony arany bakui földje. Ha az első világháborút megelőző időben valaki zendülést akart kelteni Oroszországban, Baku tökéletes hely volt hozzá, mivel borzalmasan bántak a munkásokkal. Vagyis ez egy egyértelmű táptalaj volt a forradalmi tevékenységek szemszögéből. Egyfajta gyakorlótér lett a jövendőbeli forradalmárok számára. Köztük egy olyan fickó számára is, aki a közeli Grúziából származott. Josif Stalinnak hívták. Josif Stalin úgy tekintett a bakui olajiparra, mint ami életbevágóan fontos lehet egy forradalom számára. Abban az időben és azon a helyen sok olyan forradalmárral lehetett találkozni, akik a bolsevik forradalom és az azt követő időszak ismert alakjai lettek, és mind akkor alapozták meg a karrierjüket. A forrongó feszültség ellenére Emmanuel Nobel nem volt hajlandó eladni a cégét és elmenni onnan. Ma már tudjuk, hogy ez nagyon rossz döntés volt, mivel 1917. februárjában a cár lemondott, és decemberben 2000 olajmunkás követelte, hogy a Branobel mezőit államosítsák. 1918. júniusában pedig az új szovjet rezsim megadta nekik azt, amit követeltek. Az olajmezőket elvették a Branobeltől és a munkásoknak adták. Emmanuel mindent elveszített, csak az életét nem. Emmanuel csakis apja előrelátásának köszönhette, hogy életben maradt. Azért, amiért olyan jól bántak a munkásaikkal. A legtöbb olajmágnást gyűlölték a munkások, ám Emmanuel Nobel más volt, mivel a családja alapította meg a Villa Petróliát, és alapjában véve jóindulatúan álltak a munkásaikhoz. A történet úgy szól, hogy a bolsevikok le akarták tartóztatni, és valószínűleg meg akarták ölni ezt a kapitalista disznót. Ám a munkásai megakadályozták őket ebben. A munkások szó szerint az útjukat állták, és azt mondták nekik, hogy nem viszitek el őt, jó volt hozzánk. Így hát Emmanuel Nobel szabadon elmehetett, és eljutott Szentpétervárra.
Az egyik történet szerint nőnek öltözve csempészték át a határon. A Branobel, ahogy Baku többi része is, a szovjet munkások édenkertjévé vált. Ám nem ment minden ilyen jól Lenin kertjében. Szovjet-Oroszországban a Nobelekhez hasonló kapitalisták rossznak számítottak. Látni sem akarták őket. Azt csinálták, hogy bevezették az úgynevezett hadikommunizmust, amely egyfajta próbálkozás volt arra, hogy pénz, árak és bérek nélkül irányítsanak egy bonyolult ipari gazdaságot. Ha ezt megpróbálnánk alkalmazni bármilyen modern iparágban, az eredmény egész egyszerűen katasztrofális lenne. Elvették az ösztönzőket, amelyekkel keményebb munkára, jobb termelésre, jobb módszerek kialakítására, vagy innovációra sarkalhatták volna az embereket, hisz nem kaptak semmit a munkájukért. Akkor miért erőlködjenek? A szovjet gazdaság hosszú távú strukturális problémáját az árak hiánya jelentette, vagyis képtelenség volt eldönteni, hogy hogyan osszák szét a forrásokat. Mindez nagyon jól látszik az olajiparban, amit elvett az állam, és árak, pénz és munkabérek nélkül irányította azt, mert szinte az összes szakértő és menedzser, akik általában nem oroszok voltak, elhagyták az országot. Az olajtermelés az első világháborút megelőző időszak 13%-ára csökkent. Az összes pénz, ami Oroszországba érkezett az olaj miatt, most eltűnt. És ez az ipari paralízis az egész országban és az összes iparágban bekövetkezett. Az ipari termelés összeomlott. Oroszország volt az egyik leggyorsabban növekvő ipargazdaság az 1914-et megelőző 10 évben. Ám 1922-re az orosz ipari termelés a háború előtti termelés 10%-ára csökkent. Leninnek meg kellett mentenie az olajipart méghozzá gyorsan. Lenin tisztában volt azzal, hogy Szovjet-Oroszországnak szüksége volt Baku olajdollárjaira, hogy a Szovjetunió fizetőképes maradjon. Ám az olaj kezdett elapadni, és a nyugat bojkottálta azt a keveset is, amit ki tudtak termelni. Így hát Leninnek és az utódjának, Stalinnak mindent meg kellett tennie azért, hogy az olaj újra áradni kezdjen. Leninnek nem volt sok választása, vagy folytatja és végül az egész olajipar csődbe megy, vagy meglépi az elképzelhetetlent, vagyis behozza az országba az olyan olajvállalatokat, mint a Shell, a gyűlölt kapitalista vállalatokat és a cilinderes, szivarozó, nagybajuszú embereket. Ugyanazokat az embereket, akik ellen a forradalmat vívták, és mindezt azért, hogy segítsenek a szovjeteknek az olajipar felvirágoztatásában. Az történt, hogy a Shell, a Vickers, sőt még a Standard Oil is megjelent. És a bojkottot ügyesen megkerülve átalakították és újra beindították Oroszország olajiparát. Végül is ez egy minden fél számára előnyös üzlet volt. A szovjetek a kapitalisták segítségét kérték, hogy újra beindítsák a dolgokat. A termelés közel 100 millió hordóra emelkedett, ami a világ harmadik legnagyobb mennyisége volt. Ez a bőség természetesen azok figyelmét is felkeltette, akiknek nem volt ilyen sok olajuk. Az egyikük Németország új kancellárja Adolf Hitler volt. Adolf Hitler az olaj megszállottja volt méghozzá jó okkal. Legfőképp az olaj az, aminek köszönhetően a náci Németország kifejlesztette a rájuk oly jellemző harcmodort. Ez a későbbiekben a Blitzkrieg, vagyis a villámháború nevet kapta, melynek során a légi és a földi egységek szoros együttműködésben, gyors ütemben haladtak a stratégiailag fontos helyszínek felé a csatamezőn, és amelynek a célja az volt, hogy kicselezzék az ellenséget. A villámháborúhoz nem csak gyorsaságra és dinamizmusra volt szükség, hanem rengeteg gépre is, repülőkre, tankokra, páncélos személyszállító járművekre, autókra. A németek egész villámháború stratégiája a hadi eszközök gépi manőverezésére épült, ami olaj nélkül nyilván kivitelezhetetlen lett volna. Az egyetlen gond csak az volt, hogy a németeknek nem voltak olajmezőik.
Hitler a 22-es csapdájába került. Itt ez a férfi, aki nyíltan világuralomra tör, ám egyedül Japánnal jön ki, ami a világ olajkészletének csak 3%-át jelenti, miközben a szövetségeseké az olaj 90%-a. Ha valaki uralni akarja a világot, el kell foglalnia azokat az országokat, ahol van olaj. Ám lovakkal ez kivitelezhetetlen. Úgyhogy ez tényleg a 22-es csapdája, hiszen nincs olaja a világ leigázásához és ahhoz, hogy megszerezze az olajat. Végül Hitler egy meglepő forrásból kapta meg azt az olajat, amire a háború elindításához szüksége volt. Josif Stalintól. Mindezt a Molotov-Ribbentrop paktum által. A Molotov-Ribbentrop paktumot 1939. augusztus 23-án írták alá, ami eredetileg egy meg nem támadási szerződés volt a Szovjetunió és a Nemzeti Szocialista Németország között. Ám néhány hónappal később egy gazdasági egyességet is kötött a két ország, melyben hatalmas mennyiségű élelemről és, ami még fontosabb, olajról is megállapodtak. Ha a németalföldi országok, vagyis Belgium és Hollandia lerohanására gondolunk, mindezt a kommunisták által biztosított olajjal tudta elérni. Gondoljunk csak arra a sok repülőre, amiket az angliai csata során használtak. Mégis honnan származott az üzemanyaguk? Sztálintól, vagyis az orosz olajból. Német pénzért és felszerelésért cserébe Sztálin megadta Hitlernek azt az olajat, ami a háborújához kellett. Ez egy olyan egyességnek tűnt, ami nagyon jó volt, mint politikai, mint gazdasági szempontból mindkét fő számára. Úgyhogy Sztálin azt gondolta, hogy a németek biztos nem lesznek olyan bolondok, hogy felrúgják ezt az egyességet, ami olyan jó mindkettejük számára. Ám 1941. június 22-én Sztálint durva meglepetés érte. A támadás 5 különböző irányból indult, és egy még északról is, a szerencse kedvéért. A Barbarossa hadművelet az egyik legnagyobb szabású offenzíva, amit valaha is indítottak az emberi történelem során. 1941. június 22-én 3,5 millió német katona és a szövetségeseik lerohanták a Szovjetuniót. Sztálin sosem gondolta, hogy ez az invázió valaha is bekövetkezhet. Figyelmen kívül hagyta a kémei figyelmeztetését, miszerint a németek a megtámadására készülnek. Miért rúgná fel Hitler ezt az egyességet, ami olyan remek mindkettőjüknek? Ez egyszerűen őrültség. Megdöbbent, amikor a németek megtámadták az országot. És az volt a legironikusabb, hogy az inváziós haderő nagy része, az a sok tank, repülő és fegyver, ami elárasztotta a Szovjetuniót, mind szovjet olajat használt. A transzkaukázusi szovjet köztársaságok területe önmagában is egy olajmező. A Kubán és a Kaszpi-tenger között húzódó terület a bolygó egyik olajban leggazdagabb vidéke. És a szovjetek ezért akarták mindenáron megvédeni, a németek pedig mindenáron elfoglalni ezt a kritikus területet. Tehát a Baku körüli olajfeldolgozók és az Észak-Kaukázus megszerzése volt a cél. Pont ezért 1942 tavaszán Hitler egy erőteljes támadást indított dél felé, hogy bebiztosítsák a Kaukázuson túli olajmezőket. Az egyik történet szerint a nácik olyan biztosak voltak abban, hogy megszerzik Bakut, hogy a tábornokok még egy tortát is rendeltek, aminek a Kaszpi-tenger és Baku volt a közepén. Kiderült, hogy ez a film valószínűleg egy álhír volt, amit a szovjet propagandagépezet hozott létre a nácik lejáratása érdekében. De tudják mit? A nácik olyan arrogánsak voltak, hogy ezt mindenki elhitte. Ám nem csak Baku olajgyárai voltak a hadjárat egyetlen célpontjai. A régió olajban gazdag területei több város körül húzódtak, köztük Baku, a csecsenföldi Grozny és Majkop körül. Baku volt közülük a legnagyobb, de Majkop is nagyon fontos volt, és ezt Hitler is tudta. Azt mondta, ha nem tudom megszerezni Majkop és Grozny olajmezőit, akkor muszáj lesz véget vetnem ennek a háborúnak.
A németek végül elfoglalták Majkopot. De amikor odaértek, kiderült, hogy a szovjetek felsőbb utasításoknak eleget téve felégették a kutakat, és működő olajmezők helyett csak romokat hagytak maguk mögött. A náci körében az az önhitt és arrogáns kép élt a szovjetekről és az oroszokról, hogy hülyék, hogy ostobák. És amikor majd elfoglalják az országukat, minden csodás lesz. Az oroszok persze nem hülyék, mert amint kiderült, hogy Majkopot elvesztik, az első, amit tettek, az volt, hogy betont öntöttek a kutakba, és összetörték a fúrófejeket, amiket nem tudtak magukkal vinni. A náci hierarchiában olyan sok bólogató János volt, hogy egyikük sem gondolt bele a nyilvánvalóba. Vagyis, hogyha az oroszok nem vihetik magukkal a fúrófejeiket, akkor elintézik, hogy más se használhassa őket. Lett egy olajmezőjük, de nem volt semmiük, amivel megcsapolhatták volna. Vagyis az a helyzet állt elő, hogy a hülyék, és akik vakarhatták a fejüket, egyáltalán nem a szovjetek, hanem a nácik voltak. A legtöbb, amit a nácik ki tudtak termelni Majkopban, napi 70 hordónyi olaj volt. Összehasonlításképpen a német invázió első évében Baku önmagában 342.000 hordót termelt minden egyes nap, vagyis 15-ször többet, mint amit Németország egyetlen év alatt. Mindez kulcsfontosságú volt a szovjet ellentámadás tekintetében. Mivel nem volt elegendő olaj, Hitler páncélosai lefulladtak félúton Baku felé. Ám még ennél is rosszabb várt rájuk. A terület irányításának kulcsa a hatalmas Volga folyó volt, ami a Kaszpi-tengerbe ömlött. A Volga és az Azerbajdzsánból érkező olaj fölötti uralom megszerzésének érdekében szükségszerű volt, hogy elfoglalják és az irányításuk alá vonják Sztálingrádot. Sztálingrád életbevágó volt stratégiai szempontból, mivel a Volga partján áll. A város elfoglalásával biztosítani lehetett volna a Kaukázusban előre nyomuló német csapatok balszárnyát. Mivel a város kontrollálta a Volgán keresztül a Kaszpi-tengerhez való hozzáférést, úgy érezték, muszáj elfoglalniuk Sztálingrádot. És végül ez vezetett a világtörténelem legvéresebb összecsapásához. Sztálingrád legendás, óriási, hatalmas, ennél kegyetlenebb csatát el sem lehet képzelni. A szovjet haderő 187.000 emberből állt, akik egy több mint 1 milliós sereggel szálltak szembe. Ez 5:1 arány. Kegyetlen, brutális, mocskos, borzalmas összecsapás volt, amiből végül a németek kerültek ki veszteskét. A nácik számára Sztálingrád jelentette a II. Világháború végének a kezdetét. Mindezek után a szovjet ellentámadás felerősödött. Tankokkal és zuhanóbombázókkal nyomultak előre, melyek azzal az üzemanyaggal mentek, amit a nácik képtelenek voltak elvenni az oroszoktól. Ám miközben Sztálin azon volt, hogy még a szövetségesek előtt Berlinbe érjen, a nyugati hatalmakban kezdett felmerülni, hogy mi van, ha a tankjai ott nem állnak meg. A háború utáni konferencián, amely közvetlenül a német kapitulációt követően zajlott le Potsdamban, körvonalazták a háború utáni világot. Óriási volt a feszültség Potsdamban, méghozzá okkal, mivel a nyugati szövetségesek attól féltek, hogy Sztálin nem akar majd megállni Berlinnél. Sztálin ráadásul azzal viccelődött, hogy Sándor cár egészen Párizsig ment. Néha az ember csak viccel, de titokban úgy is gondolja. Ugyanis Sztálin időközben arra utasította a hadvezetőségét, hogy dolgozzanak ki egy tervet Nyugat-Európa lerohanására. A szovjetek háborút követő tervei között egy egészen Párizsig húzódó befolyási övezet is szerepelt. Valójában Sztálint csak is az atombomba bevetése tántorította el ettől. Mivel rájött, hogyha tényleg megpróbálna átverekedni magát Párizsig úgy, ahogy Hitler tette, egy olyan fegyverrel kéne szembenéznie, amelyet a legvadabb álmaiban sem tudott elképzelni. Ehelyett Sztálin és a szovjetek a bakui és a Volga környéki gyárakból származó olajjal Kelet-Európába mentek a tankjaikkal.
Az ezt követő béke időszak során viszont arra használták az olajat, hogy befagyasszák a vasfüggöny mögötti államokat, és egy teljesen másfajta háborút vívjanak. Miután a nácik visszavonulót fújtak a második világháború végén, a szovjetek tankjaik segítségével sztálinista rezsimeket állítottak fel Romániában, Magyarországon, Lengyelországban, Csehszlovákiában és Bulgáriában. Amikor a magyarok 1956-ban fellázadtak, szovjet tankokkal taposták el a felkelést. A tankok segítségével építettek falat Kelet-Németország köré 1961-ben, és 68-ban szintén a tankok taposták el a prágai tavaszt. Volt néhány nagyon sötét időszak a hidegháborúban. Az a mondás, hogy tankok az utcán a szovjet elnyomás szinonimája lett. Láthattuk az 50-es és a 60-as években is. Minden alkalommal, amikor gond adódott az egyik bábállamban, a Szovjetunió tankokat küldött az utcára, és ezek a tankok nem levegővel mentek, hanem olajjal. Ám a színfalak mögött Josif Stalin utódai egy jóval körmönfontabb és ravaszabb módszert találtak ki arra, hogy kordában tartsák a hűbér államaikat. Az egyik módja annak, ahogy a Szovjetunió a báb államait uralta, mind Európában, mind azon kívül az volt, hogy ő biztosította az olajat a számukra. Ez azt jelentette, hogy a báb államokkal hosszú távú kereskedelmi egyességet kötöttek, miszerint az olajat a Szovjetuniótól veszik, de a piaci érték alatti áron. Az olajkereskedelem nagyon is hasonlít a kábítószerkereskedelemhez. Függőséget és keresletet okoz. Vagyis ezek az államok ugyanúgy fügtek az olajtól, ahogy a drogosok a kábítószertől. A jó hír, hogy olcsón jutottak olajhoz. A rossz viszont az, hogy totális függőségbe kerültek a szovjetektől, akik bármelyik pillanatban elzárhatták a csapot. És ha elzárják, a gazdaságuk egész egyszerűen összeomlik. Vagyis ez egyfajta hűbérállami kapcsolat, és teljes mértékben az olajra épül. A kapcsolatot tovább erősítették a 60-as években, amikor olajvezetékeket fektettek le a szovjet államokban. Ez a barátság kőolajvezeték, ami Oroszországból indul Nyugat-Németországba, Ukrajnán keresztül. Amíg az emberek pontosan azt tették, amit az oroszok akartak, az olaj simán áramlott. Ám ha felbőszítették őket, elzárták a csapot, és nem jött több olaj. Ez azt jelentette, hogy az oroszok ezáltal képesek voltak politikai nyomást gyakorolni azokra, akiknek óriási szükségük volt erre az árucikre. Az 1980-as évek végére a szovjet olaj- és gázexport a háromszorosára nőtt, és az orosz kemény valuta 80%-át biztosította. Ám ekkor a dolgok rossz irányba fordultak az energiapiacon. Az olajára az egész világon fokozatosan csökkenni kezdett, ahhoz a csúcshoz képest, amit a 80-as évek elején ért el. A Szovjetunió hirtelen kétségbe esett helyzetbe került. Továbbra is el akarta adni az olaját, így a lehető legolcsóbban árult, amivel óriási szüksége volt a külföldi valutára. És ekkor a szovjetek olajvezetékhez való ragaszkodása a visszájára sült el. Az Oroszországból nyugatra tartó vezeték valaki más területén keresztül futott, akik ha úgy akarták, simán elzárhatták volna, és akkor az olaj nem folyik tovább. Persze, amíg az olajára magas, nem tettek ilyet. De most, hogy az ára így lecsökkent, nyomást gyakorolhattak az oroszokra azzal, hogy azt mondták nekik, nem kell az olajotok. Miután a berlini fal ledöntésével beköszöntött a korlátlan szabad kereskedelem korszaka Boris Jelcin idején, a Jelcin rezsim olyannyira kétségbe esett, hogy eladta szinte az összes olaj érdekeltségét a lehető legalacsonyabb áron, csak hogy ki tudja fizetni a számláit. A Szovjetunió összeomlása utáni időszakban, amikor Jelcin volt hatalmon, az orosz olajipart, mint az összes többi nagyobb iparágat is, gyakorlatilag privatizálták. Az iparágat egy relatíve kevés emberből álló csoport szerezte meg. Ez szélsőséges reakciót
és gyűlöletet váltott ki az orosz emberekből, mivel gazdasági összeomlás történt, amért az oligarchiákat tették felelőssé, azokat az embereket, akik jól jöttek ki ebből az egész folyamatból. Ez pedig egy ismerős, szovjet mintájú politikai szereplőgárda felemelkedését segítette elő. Amikor az embert állandóan eltapossák az oligarchák, és azt érzi, hogy visszaélnek a rendszerrel, és következmények nélkül kisajátítják a vagyont, akkor egy erős emberre akar szavazni. Valakire, aki megpróbálja kordában tartani ezeket az oligarchákat, és ráveszi őket, hogy mondjanak le a vagyonuk egy részéről, amit aztán szétosztanak majd a kis emberek között. És ekkor jött Putyin. Ránéztek, és azt gondolták, igen, te egy szemétláda vagy, de a mi szemétládánk, úgyhogy rád szavazunk, ha megoldod ezt a helyzetet. Vagyis bizonyos szempontból a saját jólétük és reményeik érdekében bízták meg őt a diktatúra kiépítésével. Putyin úgy került hatalomra, hogy részben lepaktált az oligarchákkal, miközben a kis embereknek azt ígérte, hogy az orosz nép nevében fellép majd az oligarchák ellen. Putyin irányítása alá került az összes kulcsfontosságú gyár, és közben még az olaj nemzetközi ára is emelkedni kezdett. Putyinnak mázlia volt, mert az olajára az egekbe szökött. Jelcin idején hordonként 20 dollár volt az ára, Putyin idején már 150 dollár, és ez óriási gazdasági hatalmat adott neki. Az egykori kelet-európai báb államok pedig rájöttek, hogy Putyin átverte őket. Ha nem hódolnak be Putyinnak, az vár rájuk, ami fehér Oroszországra és Ukrajnára. Belarus megtette, amit Putyin várt tőle, és 5-ször kevesebbet fizetett az üzemanyagért, mint az újonnan függetlenné vált Ukrajna, ami iszonyatosan sok pénzt jelentett. És amikor Putyint feldühítik, úgy, mint Ukrajna 2009-ben, mit tesz ő? Egyszerűen elzárja a csapot, és cserben hagyja az államot. Ám a Kaszpi-tenger körüli olajgyárak hidegháborúja nem teljesen úgy alakult, ahogy azt Putyin akarta. Két dolog történt az olaj szempontjából Azerbajdzsánban és a Kaszpi-medencében. Az egyik, hogy hatalmas olajmezőket fedeztek fel kint a tengeren és Kazasztánban, amiket a szovjetek még nem termeltek ki, vagyis egy hatalmas új olajforrásra bukkantak. Amerikai olajóriások, mint például a Chevron és az Amoco dollármilliárdokat investáltak abba, hogy segítsenek az Azerbajdzsán és türkmén kormányoknak megcsapolni ezeket a hatalmas olajmezőket. Ez nagyon komoly pénz. Adott egy jelentős csővezeték, ami az egyetlen olyan nagyobb olajvezeték, amit nem az orosz állam monopólium irányít. Ez a csőrendszer 1600 kilométer hosszú. Naponta 1 millió hordónyi olajat szállít, és ezen keresztül jut a nyersolaj a tengerből a világpiacra. Ez pedig azt jelenti, hogy a Kaszpi-medencéből olyan olaj áramlik nyugatra, ami nem az orosz állam és Putyin irányítása alatt áll. Ez a csővezeték, amit látni a térképen, olyan, mint egy kötél, amit ha megrántanak, az országokat is elrántják az oroszok közeléből. Az, hogy továbbra is Baku olaja segíte majd nekik megtartani a függetlenségüket, az majd kiderül. De ez is mutatja, hogy az olaj még mindig milyen erőteljes politikai eszköz. Egyértelmű, hogy az olaj alakította Baku múltját. A kérdés az, hogy vajon elősegítheti-e a jövője alakulását is.